Megtámadta az Alkotmánybíróságon Klaus Johannis államfő a parlamenti választások megszervezéséről szóló törvényt. Az elnök azt kéri a taláros testülettől, nyilvánítsa alkotmányellenesnek a jogszabályt. Alkotmányossági kifogást emelt Klaus Johannis államfő a parlamenti választások megszervezéséről szóló törvény ellen. Az érintett jogszabály értelmében nem a kormány, hanem a parlament dönt sarkalatos törvénnyel a választások dátumáról, amit a voksolás előtt legalább 60 nappal kell kijelölni. Az elnök által kifogásolt törvényt múlt hónap végén fogadta el döntőházként a szenátus. Az államelnöki hivatal tegnapi közleménye értelmében az elnök szerint a törvény több pontban is sérti az alkotmány előírásait. Beadványában az államfő hangsúlyozza, azáltal, hogy a választások megszervezését szabályozó törvényt a voksolás előtt kevesebb, mint 6 hónappal fogadták el, sérül a kiszámíthatóság és a jogbiztonság alkotmányos elve. Ugyanakkor az elnök felrója, hogy a kezdeményezés ellentmond a Velencei Bizottság ajánlásainak, amelyek szerint a választásokat megelőző 1 évben kerülni kell a választással kapcsolatos módosításokat. Az elnök kitér arra is, hogyha a parlament nem fogadja el a megszabott határidőn belül a választások időpontját kijelölő jogszabályt, sérülni fog az alkotmány azon előírása, amely a képviselők és a szenátorok mandátumának időtartamáról rendelkezik. Az elnök beadványában kéri a taláros testülettől, nyilvánítsa alkotmányellenesnek a kifogásolt törvényt.